Bevezetése után 4,5 évvel 2024. január 1-től megszűnik az eddig legnépszerűbb támogatási forma, a sima csok, a babaváró hitel és a falusi csok összegét viszont megemelik. Ezek részletszabályairól beszélgetünk a mai műsorban dr. Vízkeleti Vivien ügyvéddel. Mi változik általánosságban a családtámogatásoknál? Hivatalosan is megjelentek a babaváró támogatásról és a kistelepüléseken nyújtható otthonteremtési támogatásokról, ismertebb nevén a falusi csok módosításáról szóló rendeletek. A módosítások lényege, hogy 2023 végén megszűnik a csok, azaz családi otthonteremtési kedvezmény. A babaváró támogatás, illetve a falusi csok kondíciói pedig a jövő évtől változnak. 2024-től a babaváró támogatás, illetve a falusi csok összege egyaránt emelkedik. Mik a legjelentősebb változások? 4 nagy változás van a családtámogatásokkal kapcsolatosan. Az első változás az, hogy csak az 5000 fő alatti településeken lesz igénybe vehető a csok és a falusi csok 2024. január 1-től. A nagyobb településeken élők számára új otthonteremtési formát vezetnek majd be helyette. Megemelkedik a kis településeken elérhető csok és a falusi csok összege, mind a lakásvásárlásokra, mind pedig a korszerűsítésekre. A babaváró hitel maximális összege 10 millióról 11 millió forintra nő 2024. január 1-től. A babaváró hitelt 2024. január 1-től a 30 év alatti nőtaggal rendelkező házaspárok vehetik csak fel. Hogyan változik a babaváró támogatás 2024. január 1-től? A babaváró hitel maximális összege 10 millióról 11 millió forintra nő, de 2024. január 1-től csak azok vehetik fel, ahol a házastársak hölgytagja 30 év alatt van. 2025. január 1-ig egy átmeneti időszakban még jogosultak a 40 év alatti hölgyek is, de ez igazolni kell a várandóságot. Amennyiben az anya elmúlt 30 éves, de még nem töltötte be a 41. életévét és igazolja a várandóságát, továbbra is jogosult a támogatás igénybevételére 2024. december 31-ig. A 2024. január 1-től 10 millió forintról 11 millió forintos összeghatárra emelkedő hitel továbbra is kamatmentes marad. Mi a helyzet a falusi csokkal? Hogyan változik 2024. január 1-től? A kistelepüléseken nyújtható otthonteremtési támogatás az ismertebb nevén a falusi csok keretösszege emelkedik, azonban az 5000 fő feletti településeken, városokban viszont a csokot nem lehet több igénybe venni 2024-től. A falusi csok esetében a legfontosabb azt kiemelni, hogy új lakás építése vagy vásárlása esetén nem emelkedik meg a kistelepüléseken elérhető csok összege, tehát marad a maximum 10 millió forint. Így az emelések kizárólag az eddig is csak a használt lakásokra elérhető falusi csokot érintik, maximum 15 millió forintnyi támogatással. Mennyi lesz a falusi csok összege 2024-től? A használt lakóingatlan vásárlása és egyidejű bővítése korszerűsítése esetén 2024. január 1-től a falusi csok összege egy gyermek után az eddigi 600 ezer forintos támogatás 1 millió forintra nő, 2 gyermek esetén 2,6 millióról 4 millió forintra, 3 vagy több gyermek esetén pedig 10 millióról 15 millió forintra nő. Meglévő lakóingatlan korszerűsítésénél, bővítésénél a támogatási összeg egy gyermek esetén 300 ezerről 500 ezer forintra nő, 2 gyermeknél 1,3 millióról 2 millió forintra, 3 vagy több gyermeknél pedig 5 millióról 7,5 millió forintra emelkedik. Mivel ugye a városi csok megszűnik, sok család számára lehet fontos a jövőben, mely településeken érhető el még a támogatás Kisújszálláson, illetve környékén, hol lehet még igénybe venni a csokot? A kistelepüléseken nyújtható otthonteremtési támogatásokról szóló rendelet mellékletet tartalmazza a települések listáját, ahol 2024-től igényelhető a falusi csok. A mostani szabályozás szerint sajnos Kisújszálláson 2024-től már nem lehet igénybe venni a csokot, de például a környékünkön Turkevén sem. Kenderesen és Ecsekfalván viszont 2024. január 1-től igényelhető a falusi csok. Köszönjük szépen a tájékoztatást! Szívesen!